Köszöntünk mindenkit a kötetlen szilveszteri különkiadásában, ahol most már ismét visszatérünk egy kicsit a viccesebb vonalhoz, vagy legalábbis szándékunkban áll visszatérni a viccesebb vonalhoz. Szeretném köszönteni mai vendégeinket, Csernik Árpád, amatőr télapó, Bajtai Kornél laposföldtagadó, hivatásos télapó, Szabó Attila, délvidéki mémkészítő, mémszakember, illetve legújabb vendégünket, Pap Árpád, népészmérnököt. Én pedig Csövi Ferenc vagyok, úgyhogy csapjunk is bele. Ma meg tudjátok nézni velünk a 10 leghíresebb, legviccesebb, leghírhettebb vajdasági magyar kötődéssel rendelkező YouTube videót. Na, kezdjük is el a tizedikkel. Csidosz azt, hogy asszisztensünk indítsa. Nem tudom megítélni, de rengetegen vagyunk, és együtt vagyunk! Ez a lényeg! Egy nagy sikolyt! Én örülök az, hogy ma ismét itt vagytok, Torda falunak, de ez volt búcsú alkalmából. Torda a világ közepe, így van! Itt vagytok fiatalok, középkorosztály, idősek, mindannyian! Eljöttetek bulizni, eljöttetek, hogy uriazzuk meg magunkat itt Tordán! Érje újból Torda! Ma több ezeren vagyunk! Hajnalban! Ilyen Torda! Ez mikori videó, te tudja ezt, azt valaki vagy utána? Ez egy nagyjából 10 éves videó, persze, hát ez akkor nagyon legendás volt. A Tordán egy Bánát ifjúsági találkozó nevű rendezvény volt, és ugye most nem tudom az adásban meddig megy le, de ez az Edda koncertjének a fölkonferálása volt. Előzenekar ez is. Igen, előzenekar volt. Az Edda felszokó emberi DJ látom. Dobai János. És hát én itt azon gondolkodtam, hogy ugye Pataki Attila valószínűleg már sok mindent látott, de valószínűleg átgondolta, amikor ez a jelenség így lezajlott, hogy nem én megint az UFO-k vitték előtt, mert ez elég földön túli élmény lehetett a szemára. UFO-k. Tordai típusú találkozások, vagy valamit tudod. Ez olyan szép dolog, tudod, amikor ott van tényleg nagy számú közönség, és kiéhezettek a fiatalok arra, és nem fiatalok arra, hogy most itt egy hatalmas koncert van, és valaki fölmegy a színpadra, és rockstárnak érzi magát. Az nagy élménye, az nagy élménye, amikor ott vagy, és akkor te mondhatod ki ott, hogy Pataki Attila. Nem mellesnek azért, és sokszor jártam Tordán, szeretünk oda járni a színházzal, ott mindig azért jó az az egész kis. Tehát ott bevők a közönség, ezt igényli. Szeretnek. Jó emberek, vendégszeretőek, jó emberek, én oda szeretek járni. És volt már nekem is olyan élményem az életben, hogy nem én voltam az, de úgy más előtt kimentem a színpadra, és azért rockstárnak érezhettem magam úgy, hogy nem. Egyébként szerintem minden VMS-es politikus megérdemli, hogy egyszer ilyen rockstar legyen egy kicsit, és így kívja magát. Egyébként az ilyen kis közösségekben egy ekkora koncert hatalmas dolog, úgyhogy én valahogy megértem. Szerintem ez érezhető, ez a fokozat izgalom, ami itt volt, és az ilyen kis közösségben, hogy elmegy egy Edda, és ott, én ott voltam egyébként, meg rengetegen jöttünk mindenhonnan, és bizony nagyon sokan várták a koncertet, és egy kicsit rockstárnak érezte magát egy politikus, szerintem ez annyira nem gond, meg biztos rengeteg szervezés volt, örültek, hogy egy olyan pici faluba gyakorlatilag megháromszorozódott a falu lakossága, és ez egy nagy dolog, úgyhogy ilyenkor a fölfokozat izgalom, szerintem ez normális, sőt, szerintem több ilyen kellene. Én szeretném, hogy minden helyi VMS-es kis politikus vagy valami, egy egyszer ezt így megtapasztalja, hogy a saját közösségében ilyen nagy dolgot elér, inkább itt élje ki magát, mint hogy máshol a színfalak mögött. Én szerintem egyébként ez teljesen rendben van, úgyhogy Dobai teljesen hangulatot csinált. Ez az Edda team, mert azért mégiscsak lássuk, hogy ez már nem a legfrissebb zenekar. Jó, 10 évvel ezelőtt még jó volt, nem? Vagy már akkor is gáz volt az Edda? Semmi volt kifejezetten jó, de na jó, ez csak magát. Hát a bunyós pityút azt azért Árpád, ha vendégül lát. Egy jó bunyós pityú. Én a Sihen Ferrit kedvelem legjobban. Nem ismeritek, hát ezért jó a polgári lét, amikor az ember egy kicsit tájékozott is. Nézzük tovább. Jó, a 9. Azt akarjuk, hogy a szeptemberig kisegítsük az állatkertek, hogy majmot vegyünk ott a ketrecbe, ahol sajnos most hiányzik a majom.
Nem hiányzik a majom szerintem. Egyébként Ludason történt, meg nem tudom, hogy emlékeztek erre a híres történetre, ott a válság kellős közepén, hogy söröznek a bódi előtt. Természetesen ez is folklór alkotás. És söröznek az atyafiak, és akkor egyik a másikat hátba veri, hogy nézd már, ott megy egy majom, ott van a fán, a jegenye fán fenn. És akkor ezen összeverekedtek, ugye, hogy hogy létezik, és valóban a palicsi állatkertből akkor kiszökött meg a és felmászott a jegenyefán. De ez a történet szempontjából még mindig nem az utolsó lövés volt, mert utána ugye két ovistársam, akikkel annak idején 40-50 évvel ezelőtt hát óvodába jártam, a Peter meg az Albert nevezett, ugye, azt hiszem a kongói köztársaságból származó szülőktől kiugrott, és akkor itt rendőr volt az egyikük, és ugye a fekete bőrű elkezdte üldözni a majmot, és akkor az már Ludason betette a kaput. Nem lehet, hogy üdvölemi attól kezdte. Na, a köszi, volt ilyen. Péter évére eljöttek turista gyerekek, és ott is volt egy fekete gyerek köztük, és húzta a kompot, és rögtünk a kompos, hogy nézd, még erré már. Nagy felelősség a médiában dolgozni, mert hogyha az riportalany nem képes elmondani azt, amit akar, akkor nem kéne belőle hülyét csinálni. Ez az ember lehet, hogy kamerán kívül el tudnám mondani, hogy mit akar, de lámpalázas volt. Illetve ha jól tudom, neki nem anyanyelve volt a magyar, hát úgy, ezt hozzá látszik, kell tenni. Ebből ez látszik, persze. Remélem, hogy ez tényleg csak hozzá nem értés, és ezért, ez az ember hülyének esett ki, úgyhogy tulajdonképpen csak lámpalázza volt egy adott szituációnak. De hát ezt művelik nagyon előszeretettel a közmédiában. Jöjjön akkor a 8. helyzette. Jófajta malac, amelyet egész szerénységben keresnek. Itt van velünk a gazda fia, aki tulajdonképpen elvégezte a 7-es iskolát is. Hogy hívják ezt a kandisztót? Ennek a neve Sasa. Igaz az, hogy meghaladja súlya a 450 kilót? Igaz. Meghaladja, nézd, nem van többet. Van még kandisztó itt a farmon emellett? Van még egy őskapban. Azok milyen fajtájúak? Hát van különböző hémsír, jogsír, vanra. Jogsír. Ez milyen fajta? Ez durok. És milyen fajta? Tudod, több fajta durok is van, ezzel fogjuk volna a dolog? Hát ez vizéri való. Vizéri. Jó fajta apa állat? Igen. Jó fajta. Van ennek fia, az is. Avval szoktunk most bugatni. Az is egy jó fajta. Elégedettek ezzel? Igen, nagyon elégedettek vagyunk. Az már ilyen kevertebb, de jó fajta. Húsos. És ezek a padnak a gyerekei, amikor lemérik, mennyi hús van benne? Hát mi még azt nem mértük le, de jó fajta. Itt. Ebben a helyzetben, ebben a videóban is tipikusan azt látjuk, hogy a riporter egyrészt túlvállalja magát, mert fogalma nincs, nem ért a disznókhoz valószínűleg, de és akkor próbálja ugye szegény gyereket, aki hát ugye riportalanynak hát nem teljesen akas, zavarban van, stb. Mit tudjon most mondani ugye különösebben a disznóról, és akkor faggatják egyik kérdéssel a másik után, milyen fajta, jó fajta, kész. Hát. Mit mondjon rá? Hogyha fognád bácskát, és egy ilyen kipacsolnád ilyen eszenciát, egy ilyen durok inszeminátor sprayt csinálnál belőle, ez a videó. Yeah. Most nem azért, de ez egyébként a legnézettebb délvidéki videó, amennyire én tudom, 3 millióan nézték. 3 millió megtekintése van a durok szársának, és én teljesen ebben a millióban nőttem. Nekem volt ugyanilyen, ma itt ám ugyanígy begyűrve hordom galédásban. Ez egy remek videó. Már az, amikor megfogja a riporter a gyereket, berántja a képet, a riporter közben elkezd a farkával játszani, akkor a mezitlábos papucsot így leveti, és akkor egy kicsit így mestiláv, így játszik vele. Tökéletes. Ez úgy, ahogy van, szerintem ez egy szuper videó, és ebben nincs semmi. Én nem került adóásba, jöttem, ez a köztévének került volna a mezőgazdasági riportjába, de... A parázdás riport. Így van, úgyhogy nagyon láttak ők már Gunarast is, meg Malacot is előtte, de ez a durokszása szerintem ilyen legenda lett, ilyen vajdasági. Még hogyha egy kicsit iszom, mi mindig megnézzük ezt a videót. Tudjuk idézni minden pillanatát. Azt tetszik nekem ebben a videóban, hogy a valusi embereknek ez a
huncutkodása, mert hogy mi van, ott van ez a 400 kilós szörnyetek, és hogy jöttetek videózni, jó, elengedjük. És így ilyen halálra váltan, így reszkett egy adott pillanatban a kamerában, nem is kell szökni ettől, nem bántam. Ezt velem is minden egyes télen eljátszák a termelők, akiktől vásárolom a disznót, hogy menjek én be az ólóba, választom. Hát mondom, hogy ott az. De nem jó, hogy menjek én. És berángatnak, és ott állok, 50-60 nálamnál, pedig az ugye elég nehéz, hanem még nálamnál is kövérebb élőlénnyel, akik potenciálisan meg akarnak ölni. Őt meg röhögnek rajtam, és még becsukják az ólát is, hogy válasszál. Ez nekem ezt tetszik ebben a videóban a legjobb. Mikor történt a baleset? Hétfőn 11 órakor. Figyeletek, figyelmesek. Mikor megyetek, lefedezem. Kihetsz a segítséget mondva? A pápai család. Ma kórházat vezeti a Jenő. És az minket azonnal biztosított számunkra, tehát ugye ez a hetedik a ranglétrán, gyakorlatilag a méltán elhíresült polgár Jenő videónak a remix változata. Hogy ez nem délvidéki, ez kicsoda. Hát ennek a délvidéki kötődése, hogy a délvidéki származású szabadkai a basszus gitáros, aki lekövette, és azért mégis 80 ezer megtekintést össze tudott vele szedni. Én láttam, hogy a Csipkés Zoli, tudjátok, a sittesekkel jött, én azt láttam, amikor így lebasszerozza, ezt nem tudtam, hogy szabadkai. De van egyébként a Rámész a csatornára, van néhány ilyen szöveges videó, amit ő így lebasszusozik. Aha. De hát igazából adott hozzá egy új értéket, de az, amiről az előbb beszéltünk, ugye, hogy ennél a parasztgyereknél az volt a probléma, hogy a nyilatkozati kultúrája hiányzik, hát ugye az eredeti polgárjánőnél ilyen probléma nincs. Ugye fölteszik neki a kérdést, amire nem tudja a választ, és mit mond? Kizár dolog, mert nem tudom. Szép dolog ez. Tehát ennek mindenre van válasza. Tetszik ez, nagyon aranyos, de én már öreg vagyok. Szóval azt, amikor a megboldogult badadada elciterázta a Satisfaction-t, azt nem lehet. De arról nincs videó, sajnos. Nem tudom, lehet, hogy van is. Jó. A hatodik videón következik. De most is volt, hogy ne pitt egy iszőt. Menjál. Rökkás. Kátok szintzsakokat is ne rászatok rá. Prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Čosokaku, na engleskom Didn't Strix, valjda u Žakuco. Kvetke su kirdiške, another question. I'm not here, but about good dogs, very good dogs. legendás videóról van szó, amit gyakorlatilag mindenki ismer, és minden környékbeli szabadkai, az biztos, de Szabadkán túl is. Ez is egy jó példája, amikor egy kicsit úgy túljátsza a riportalaja a helyzetet, vagy nem is tudom. Igen, hát egyébként ez a Szabadka központjára jellemző millió. Amikor még magyarsus voltam, még a főszerkesztőként megboldogult Pressburger Csaba találta ki, hogy minden helyi rovatnak kötelező hetente egyszer utcai körkérdést csinálni. Na most ezzel a következő a probléma. Az emberek többnyire utálnak az ilyen kérdésekre válaszolni, aki pedig válaszol, az többnyire ilyen szimpatikus, mint ő. És akkor ebből aztán születnek különböző gyöngyszemek, ugye hát és hát nyilván itt nagyon szerencsés napja volt annak a helyi tévének, amelyik ezt a videót rögzítette, mert szerintem ez az egyik gyöngyszem. Én nem vagyok benszület, mint itt a környéken, de én amennyire tudom, az úriember már meghalt. Igen, nem régi. Szóval elég régi videó ez. De egyébként hozzátartozik, hogy amiket nézünk, szerintem videókat, én soha nem rajtuk, hanem a helyzeten nevetek. Sőt, én pont azért szeretem ezeket, mert ezekkel nagyon sokszor azonosulni tudom, hogy igen. Én is ilyen vagyok, ismerem ezeket az embereket, ezeket az élethelyzeteket és a szituációkat. Szóval azért fontos kiemelni, hogy itt sose
rajtuk, hanem velük nevetünk. Főleg egy ilyen esetben, ahol már ugye meg is halt, aki ezt a legendás videót ugye elmondta, de hát azóta is velünk él a Csorsokákú. De most az, hogy ő kezdte, hogy az első kérdésre nem tudok válaszolni, miközben egy kérdést kapott, az pedig még szintén régebben volt. Egy, akkor még újságíró volt, aztán VMS-es politikus lett belőle. Nem. És Sepsei Tamás, Sepsei Csaba tartott sajtótájékoztatót, elmondta magáit, a fiatalember, aki pedig akkor már erősen pártkötődési volt egyébként, azt mondta, hogy hát nekem rögtön három kérdésem lenne, és hát talán kezdeném az elsővel. De nem a másodikkal kezd, keverje meg azt a politikust. Hát jó van. Azóta is szerintem azért néha-néha az életben, hogy mindannyian bemegyünk egy ilyen lehet, hogy poéngyilkos lesz, amit mondok, a tűtja, Isten nyugosztalja, de hát 40 éve is pont így nézett ki, és 40 éve is ezt a szöveget lökte. Én még a 80-as évek elején ugye még a legendás Majomplacról ismertem az arcot, és el kell mondani azt, hogy valóban üde színfoltja volt a konverzáció különböző szintjeinek, mert hiszen nem lehet soha tudni pontosan mire gondol és mit mond, de ennek ellenére azért szórakozott rajta mindenki. Tehát nem a kinevetés volt ez, nehogy félreértsük, de valóban az a látszólag talpra esett válaszai, ami semmihez se kötődtek, mint ahogy a kérdései sem, természetesen ezek valóban jók voltak, de ez igazából visszaröpít bennünket azokba a úgynevezett boldog béke időkbe, amikor még valóban ennek a városnak és annak a helynek is volt szelleme, amit ma már nyomokba se lehet felfedezni. Igen. De van film szobor? Van több is. Most jön egy szobor, nem? És hozzám is jön egy igen. Államfő ünnepi beszélő, nem lepel alatt hallgatja végig. Az erős szél ugyanis a tervezettől korábban fedte fel az egybe gyűltek előtt a Nándorfehérvári csatahő két ország himnuszát, illetve a két államfő ünnepi beszédét nem lepel alatt hallgatja végig. Az erős szél ugyanis a tervezettől korábban fedte fel az egybe gyűltek előtt a Nándorfehérvári csatahő. Hát ez de, tökéletes kivitelezés. De én úgy tudtam, hogy ezeknek az ilyen, hogy hívják ezt, ez a milyen gárda? Dísz. Ugye pocsasztna gárda. Ezeknek nem szabad megmozdulni. Én ezen gondolkodtam, hogy amikor jár a Nemanja meg a Ratojúbi katonai iskolába, és ugye megy a kiképzés, hogy díszőséget kell adni egy szobor avatáson, és ráadásik a lepel, akkor mi a hivatalos eljárás? Igen. Hogyha megnézitek a videót, kettő dolog történik. Az egyik, aki egy kibújik alá, a másik, az aki... és így végig rajta van, már hogy őrúla is lehúzzák, úgyhogy itt két külön iskolát láthatunk egyébként. Nem, ezt azért mondom, mert nekem egy sógorom, amikor még ott a szintén megboldogult 80-as években sorkatona volt, ő a Virágháznál Belgrádban ilyen tisztet állt, és ott pontosan az volt, hogy addig a 8 óra hosszáig, főleg ha jött valaki, meg nem volt szabad megmozdulni. Ugye a Mr. Bean egyik videójában is erre vonatkozik ott a skót katonánál a poént, tehát én szerintem is itt fegyelmi vétséget követett el az, aki nem hagyta, hogy őt leleplezzék. Hát az ismerősödre ráhozták a titónak alatti leplit, vagy? Én nem voltam a jugoszláv néphadseregben, nem tudom, hogy a szabályzatban, a kiképzési szabályzatban benne van ez a mi a teendő, ha ránk esik egy fekete telepen. De nem hiszem, hogy látszik rajta, nem mondták. Ő tudja. Nézd meg, tudja. Én öreg vagyok, én. Ezt tudjuk. Folyamatosan a Pampalini című rajzfilm forog a fejemben ezzel a szoborral kapcsolatosan. De hol voltál te katona? Pampalini? Olaszországban. Nem vagy túl fiatal a Pampalini. Az első világháborúban teljesített szolgálatot. Ez a Pampalinire hasonló. Mire én odaértem, ezeket már megitták az ilyeneket, amit ő Pampalinitek. Most párhuzamot vonunk a Pampalini az ilyen csehszlovák rajzfilm volt, és ugye hát nyilván az én súlyos gyermekkorból húzott lelki defektusainak egy részét az is okozta. Tehát bocsássam, hogy a szabad vártam, de ennyi. De úgy megértelek, szóval csak hogy mondjam, hogy
együttérzéssel nézem a súlyos gyermekkorodra való hivatkozásokat. Valójában kétségtelen, hogy innen húzol pár sérülés, de hát nem is ez a lényeg, hanem most azt szerettem volna mondani minden esetre, hogy ugye ez a leplezés és ki a szabályos, ki a nem szabályos, valószínű, hogy a kiskatona, aki ott maradt a lepedő alatt, vagy akármi alatt, az annyira beleérte magát, mint a Dobai annak idején a Redda koncertben. Tehát valójában azonosult Hunyadival, nem? Vagy a másik meg megpillantotta a szobrot, és nem hitt a szemének, hogy ez a Hunyadi, ez... Nem, hát lebeszél, írta! Szóval, na. Nézzük a negyedik videót az önvezető lovaskocsiról. Oh! Fognak. Hol a sofőr? Aludik. Ezt se tudjuk, hogy hol történt, valahol Bánátban. Én ismerek olyanokat, aki mesélte, hogy a középiskolai osztálytársak az apjának a rokona valahol Bánátban történt állítólag, és két magyar rendőr látható rajta, ahogy hallani is, hogy magyarul beszélnek egymással, és hát ugye itt látni, hogy a Tesla az valamilyen szinten Bánátból inspirálódott ez az önvezető járművekhez, itt már nálunk régen működött. Bánáti Tesla, gyerekkoromban nekem volt is egy szomszédom hajdújáráson, aki megbondolgott Illés bácsi, nagyon-nagyon rendes ember volt, és nagyon jó pofa is. Ő átlagban így közlekedett hazáig. Tehát ő, amikor már a fuvarozás megvolt, a napi munkát befejezte, akkor szépen az ő lova az így hazahozta a bolt elől, gyakorlatilag Illés bácsit, aki meg is lehet, mire hazaért. De szépen megállt, és be az utak közepére, és ennyi. Ez a videó annyira igaz, azért igazi vajdasági, mert most igazából elmondtad az én sztorimat, mert mi falunkban is volt egy olyan ember, egyébként családhoz tartozott, aki pontosan így fuvarozással foglalkozott, és aztán ugye a kereset egy részét ott a sarki önkiszolgáló előtt fogyasztotta el, és tulajdonképpen a ló tudta haza az utat, tehát ő fölfeküdt arra a kocsira, a ló pedig hazavitte, és akkor ugye egyszer megtörtént a tragédia is, hogy a ló belement ott a helyi kanálisba, amit ugye ott is körösnek hívnak, miért ne hívnák úgy, és hát szegény ló el is pusztult. És akkor kijöttek a rendőrök, és akkor kérdezték ezt az illetőt, hogy hát egy jó ember, hát ha ivott, akkor miért ült fel a kocsira? Amire az volt a naiv válasza neki, hogy hát a ló nem ivott. Most akkor ki a bűnös? Elérkezünk a dobogóhoz, harmadik helyezett, az örök klasszikus Almási Kristóf. Ma készítettünk egy ilyen szalmaságot, egy ember mélyetűt, azt gyakoroltam. Tehát tényleg, Almási Kristóf, tehát ez tipikusan az a példa, tehát nem rajta nevettünk, hanem vele, mert mindannyian ezt már is én személyesen áttalom, mindenki volt ilyen gyerek, tehát ilyen típusú, már is mi falusi folytassági gyerekek, akiket kire csinált volna valamiből valami bokzsákot, vagy bármit, amit püföldi bírt otthon, pláne, hogyha még járt is valamilyen sportra, küzdősportra, karatéra, úgyhogy apuval csinált szalmazsákot is, azon gyakorolt, és meg is mutatta. Tehát tudod, hogy ebben mi a slusszpoén? Hogy nem volt. Hogy nem, hogy ezt ő kitalálta. Igen, ugye utána Árpád. Volt egy Pannon riport, ahol Árpád is kint volt a helyszínen, majd beszél róla, ha akar. De ugye ott az édesapja akkor elmondja abban a riportban, hogy hát nem volt itt semmilyen emberméletű szalmazsák, csak a gyerekben még benne volt az adrenalin a verseny után. Ott volt egy mikrofon, és akkor ő valahogy ez ugrott be az agyába is. De az, amit te mondasz, ugye erre is van egy saját sztorim. Az én édesapám aktívan kézilabdázott nagyon sokáig ott volt akkor Királyalmán elég sokáig egy klub. Én pedig ilyen 4-5 éves kiskölyök voltam, rendszeresen ott voltam a pálya szélén, és általában azt kiabáltam be neki, hogy apu, mikor megyünk a kocsmába? Mert ugye, mint minden te is sportember vagy, te is tudod, meccs után a csapat elmegy a kocsmába, leülnek, és akkor a sörmenet átbeszélik azt a lást, meg azt a pivotot, meg azt az összes többit, hogy hogy kellett volna, hogy nem kellett volna. És most képzeld el egy 4-5 éves kisfiút, akit elvisznek az Aranyhegedű nevű objektumba,
ami állítólag újra ki fog nyitni, és kapsz kólát, meg flipper zsetont. Tehát nem ez a mennyország. Mi a mennyország, hanem ez? Igen. Na most ugye, és akkor a szálba benne van mindig az anyuka is, aki mivel fogadja otthon az apukát. Púj, fidessel, szabad van, megint itt áll, megint a kocsma volt, és akkor apám egy idő után ezt íröstett, és nem akart menni a csapattal a kocsmába. Viszont amikor én könyörögtem, akkor ő mondta, hogy jól van, kisfiam, elmegyünk, de anyunak nem szabad megmondani. És mondtam, hogy oké, rendben, lezajlott a kocsma, nagy élmény volt, megint pár flipper zsetolt, eljátszottam, kaptam kólát. Hazaértünk, és hasonlóan, mint Kristóf, azzal a nagy élménnyel a fejemben berohantam a konyhába, ahol anyukám éppen vasalt, megálltam előtte, és mondtam, anyu, képzeld, voltunk a kocsmában, nem szabad megmondani. És apámnak lett egy jó estéje. Én ismerem Kristófot is, meg az egész családját. Ugye egy klubba járt a legények, az én fiam meg a Kristóf, és akkor sokszor ültük együtt végig az edzéseket apukával, és akkor mesélte, hogy ez borzasztó, milyen kellemetlen helyzeteket hozott nekik ez, mert jó, a Kristóf egyébként valóban kiváló sportoló, most már lassan felnőtt, és büszkék lehetünk rá. Én nem tudom pontosan, hogy most sportol-e még, de ő nagyon komoly kis tehetség, sőt most nem tudom meg lassan felnőtt. Lényeg a lényeg. Azt mondja azok, hogy mi a lelkes magyarországi jótékonyok, gyűjtést szerveztek, hogy vegyenek szegény. Isten nyugodtan. Szóval. Gyűjtést szerveztek, hogy szegény Kristófnak ne szalmazsákot kelljen püfölni, hanem vesznek neki egy bokszsákot. Apuka mondja, hogy nem tudott merre fordulni szégyenni. Mit gondolnak ezek, hogy mi izék vagyunk ilyen beszülöttek? Hát ugyanaz, ez volt a legkellemetlenebb élmény. Egyébként ez mellett Kristóf tényleg egy jó fej kis fickó is volt, meg hát szerintem most is, bár mondjuk egy éve már nem láttam, hogy már te másfél is. Hát Iza urának is gyűjtöttek valami. Igen, igen, meg Esmeraldának a szemütétjére, még mit tudom. Esmeralda? Nem? Az Esmeralda. Valami a bakra. Egyébként félig ember, félig gép, ugye a Kristóf egy példakép. Egyébként ezt hiányolom a délvidéki magyar fiatalok, hogy így köljön, és megmutassa, és versenyszellem, és küzd, és rengeteg díjat nyert, óriási, ugye rengeteg kupája volt, díja, elismerés, és ő egész ügyesen sportolt, és ez már egy 7 éves videó. Onnan tudom, hogy nekem meg akkor született a gyerekem, és én kimentem, és csináltam egy emberméletű szalmabábút, ugye, megdobálom ugye mémet a gyereknek, nyilván ugye semennyire ugye a gyereket fel se fogta még, és ez valahogy ugye az interneten elkezdett elgyedni, ilyen több százal megosztották a képet. És nekem magyarországi fölháborodott ilyen emberek írkáltak, hogy hogy mertem én ebben poén csinálok. Nem hallottam ilyen Kristóf, amikor ezt az a nagy siker miatt öngyilkos lett, meg elcsináltam. Ilyen üzeneteket kaptam, pedig hát igazából a Kristóf mit ért el? Híresítette a délvidéket egy pillanatra, abban a maga idejébe. Példakép, mert ugye mutatja, hogy kell edzeni, mennyire keményen lehet tolni, és motivál. Nem kell nekünk Coelho meg ilyen. Egy almási Kristóf elmondja, hogy így kell, aztán bum, megmutassa. Én azt mondom, hogy ebben a szellemben kéne minden délvidéki magyar gyereket nevelni, aztán jobban motiválom mindannyiunkat. Úgyhogy le a kap, és köszönjük neki. Hát most már lassan felnőtt, mert mennyi, nem tudom, mennyi lehet ezen a képen, a fölvételen, de azóta 7 éve. 17-18 éve. Így van, így van, úgyhogy köszönjük szépen, rengeteget köszönhetünk neked. Második helyezett. Ha ne látnám, milyen. A színész úr. Hol a színészünk elment? Himnusz, tényleg eljön már. Kezdjen bele, menjen fel és kezdjen bele. A színész úr. Nézd meg az arcát a színésznek. Hol a színész úr? Hol a színészünk? Himnusz, énekeljünk már. Egyébként a színész úr Árpád kollégája ezt egy sörözés alkalmával elmondta, milyen szörnyen kellemetlen volt ez így neki, hogy föltolták a színpadra, hogy most akkor nyomj egy himnusz, barátom. De hát ugye a történet az úgy folytatódott, hogy épp ott volt egy gimis kislány, és végül ő oldotta meg az éneklés csíntevését, vagy tényét. De azért nem tudom, hány éves videó, mert azért onnan, amikor itt még azért 30 kilóval. Ez a kosztolányi szoboravatás. Vissza lehet követni, minden magyarországi választásnál van egy valami avató. Zsinagóga, kosztolányi, szóval mindig van valami. Ez a kettővel ezelőtti. Aha. Igen. Jövőre majd megint lesz. Tehát a 14-es. Így van. Kosztolányi szoboravatás. Hogy ez vezettem oda magyarországi diákokat, megkérdezték, Kosztolányi miért volt kínai? Mert hogyha meg ekkora lába van. Mert mind keletről jöttünk. Bohazasztó.
És úgy, hogy ott van mögött egy cím. De most ez mondta, kettő dolog miatt kínos, hogy egyrészt most nem akarok belevonyolódni, hogy mennyire kellemetlen helyzetbe kerül egy ember, amikor így szépen magyarul mondom, prozívázzák. Másik meg, hogy ez nálunk ilyen jellemző, hogy annyira amatőrül tudunk megszervezni dolgokat, mert hogy ilyenkor igen, illik el énekelni a hívót. Igaz. Hát a szervező miért nem gondol erre? Van egy kőben és protokoll, amely szerint az ilyen eseményeket meg kell szervezni. Hát nyilván, ha Magyarország miniszterelnöke avatása vesz részt, ott nyilván alap a himnusz. Nyilván, hogyha megnézitek a háttérben az embereket, ugye azért Répási bácsi, meg ugye Ildi néni, és ott mindenki egy himnusz, egyébként rengeteget ez a magyar médiában, nagyon fölkapott volt most ugye az SFP, meg egyéb témák miatt, az a hol a színészünk, ezt a magyar úgymond mémgyártást felhasználta ez a színész. Hát ez TV2-s anyag. Igen. De volt aktualitás a magyar közéletben mostanában, úgyhogy ez azért lett fölkapott. De hát ugye keveset tudják, hogy Szabadkai történet, de mi ugye nyilván tudjuk. Ami a miénk, azt szeretjük, akkor is a kicsi sovagyú és még narancs is. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy a Szabadkát ugye azonosítják Kosztolányival, ez hálás nekünk, kényelmes, de rohadtul kényelmetlen. És ha belegondolunk, hogy nincs olyan intézmény, ami nem Kosztolányi nevét hisz. Ezzel egy picit bele is taposunk ebbe a nem is a mítoszba, hanem magába a kegyeleti valamiébe, intézményébe, mert nem azért, hogy most Szabadkán nem kellene Kosztolányról elnevezni dolgokat, ez modernság volna ezt állítani, viszont az, hogy annyira fantáziamentesen oldjuk meg ezeket a dolgokat, mert gyakorlatilag ilyen, hogy hívják, ezt árukapcsolást hozunk létre. Egyszer van egy mítosz, ami az anya országban és a nemzetben működik joggal, ez Kosztolányi és műve, és van egyszer egy város, amelyik kilökte magából, ha úgy veszük annak idején. De ennek ellenére más se tudunk csinálni, csak azt, hogy a Kosztolányi nevét szajkózzuk, és igazából ezzel így teszünk merényletet ellene azáltal, hogy csak belőle élünk, se nem érte, se nem mellette, se nem próbáljuk meg újraértékelni a dolgokat, csak használjuk ezt a áruvédjegyet, ahogy mondta annak ideje József Attila. Ugye? És ugye itt kell elmondani, hogy csak egy olyan személy és egy olyan intézmény van, aki ennek szembe mert szegülni, az pedig Horváth Emma tanárnő, aki Csár Gézáról nevezte el a művészetbaráti körét. Oké, persze. Maga... És ha most itt jönnek, Réti el is mondaná, hogy bizonyos intézmények miért nem hívták meg őket föllépni, azért, mert ők csátot egész egyszerűen a drógával összekötötték. Tehát ennyit az emlékezetről és az objektivitásról. És akkor jöjjön most az egyes számú videó, tehát a nyertesünk. Korikos te konzervírát ilyen umeszed zána? Koliko ste konzervirati u mesec dana? Molim? De én nem tudom megunni ezt a videót. És ugye itt rengeteg variáció született, hogy mire gondolt a költő, vagyis a riport. Hát nagyon egyszerű bekülni a Google fordítóba, és kijön a rendes kérdés. De több nyelven is meg lehet próbálni, és nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Én ezzel kísérleteztem egyébként. És azt hiszem, hogy Gréti Mosto apukáj az ő naivitásával adta erre a legjobb választ, ugye. Egyébként azt gondolom, hogy a kishölgynek azt kellett a Trögapromet bolt előtt megkérdeznie, hogy havi szinten mennyi pénze van arra, hogy fogyasztási cikkeket vásároljon, és valószínű ő is a Google fordítóval oldotta meg ezt a problémát. Na most Milutin, akiről szó van, ő az ő mérnöki hozzáállásával azt mondta, hogy hát szerinte ő egy ilyen múzeumi konzerválásra gondolhatott, és azt kérdezte a riportalanytól, hogy mennyi pénzt tud ráfordítani arra, hogy az otthonában majd valahol meglévő festményeket konzerválni tudja. Egy hónap alatt. És azt hiszem, hogy ez a legérdekesebb megközelítés. Mert ugye minden házban azért van egy havi konyhapénz konzerválásra. Ugye a török pista festmény konzerválni kell apukámiknál a nappaliba, hogy mindenhol van egy-két ilyen festmény, ugye.
Bájos, bájos. Egyébként rohadt jó, de úgy nevetünk rajta, hogy tényleg gond van egyébként a mai fiataloknak a szernyelv tudásával. Úgy, hogy ugyanezek a fiataloknak a legnagyobb dolog, hogy Balkánpartikra járnak. Mindegy, ennek az összefüggésérünkkel most ne beszéljünk. Nekem csantavéren hő van. Az, hát az is állítólag csantavéren történt meg, hogy hetedikbe felelt az egyik gyerek, ugye ilyen intőre állt, és a szertanárnő kérdezte tőle, hogy csak valamit mondjál már szerbül, és akkor látta, hogy a gyerek az teljesen vakon van, és akkor kérdezi, hogy István, razumes? Rá. Úgyhogy itt is körülbelül olyan a helyzet, hogy így, szegény lány, így... Van itt a Jóskán, gondolom mindannyiunkban a szekunder szégyen is, hogy hát én kérek elnézést ezért a videóért. Meg azért is, hogy biztos vagyok benne, hogy van a Délvidéken egy olyan riporter, tanonc, aki akár még el is tudna mondani két mondatot. Vagy két kérdést is. Vagy két kérdést el tudnak-e tenni. Hát igazából itt az a botrány az egészben, és valóban jogos a szekunder szégyenérzetre való utalás, hogy ember, hát ő kérdez, tehát ez veszi fel, ez a Pannon TV-en jól láttam a szalag címet, tehát... Kifilágott a nyak. Valami, ugye... Tehát itt az... Én jó pénzért a szivárogtató nevét is elárulhatom. Hozzá tartozik a videónak a történet, és ez nem ment leadásba. Tehát ezt a videót sem... Vágószobából kaptuk, igen. Tehát nem ment leadásba, és még annak idején megboldogult vajdaságháborús múltammal kapcsolatban. Bevallom, némit közöm volt ehhez a videóhoz már. A videókon kívül idén a vajdasági magyar zenei élet is igazán felpesdült, kialakult egy teljesen új műfaj, erről Kornél fog néhány szóban beszámolni nekünk. Így van, arról még nem beszéltem, vagy már beszéltem is, hogy én gyerekkoromban ezeket a kis kékmatricás hanglemezeket hallgattam rengeteget, ezeket a Tánzal fesztiválos csodálatos dalokat, ezeken nőttem föl, és ott a 60-as évek elején, amikor ez az úgynevezett beat, volt olyan is. De a kislemez az kék volt, az Aracki és a többiek. Na mindegy, az a lényeg, hogy kialakult akkor, vagy a párt kialakította a polbeat műfaját, amiben úgy gondolták, hogy akkor ők reflektálnak a politikai eseményekre, persze nem a keleti tömbbe, hanem a nyugatiban, és ugye én ebből egy kiemelkedő alkotást ismerek, a Kiölte meg Kennedy-t című fantasztikus dalt, nem emlékszem már, hogy pontosan ki énekelt, de egyébként a dalban nem derül ki, hogy Kiölte meg, mert a szöveg folytatása az, hogy nem tudja senki sem. Ez egy létező dal. Igen, ez egy létező dal, YouTube-on a polbeat műfajra rá lehet kérdezni. Na és hát az történt, hogy ugye hát a vajdasági mulatos zene is több irányba fejlődik, és hát kialakult itt is egy ilyen politikai dolgokra reflektáló, egyelőre underground műfaj, ezt ilyen garázsokban és borospincékben művelik. Ez a polmúl műfaj, tehát a politikai mulatos. Politikai mulatos. Nagyon sok ilyen tehetséges zenekar van, és hozzám eljutott a Nemzeti Mulatós Szakszervezetnek, a Nemulasnak az idei toplistája, és hát ezt szeretném most veletek megosztani. A 10 vezető ilyen típusú mulatós dal, és akkor hátrafelé megyek én is, mivel hogy ez egy toplista. Tehát a 10. helyezett Szkeptikus Lali és az Antivaxerok, van nekem egy chemtrail csíkos gatyám. A 9. Kancsal Dezső és a Föld Nélküliek, Integrátor, elloptad a szívem. Jön a 8., ez a Zsivány Sanyi, Szinofarmalódtattam az anyósom. Akkor a 7. helyen van Kacér Manci, aki azt mondja, TSC-be focis a babám. Jó, 6. Fogjátok le közze. 6. Nem, bocsánat. Van még. A Rábéi Granicsárok. Migráns jött a tanyámra, frász jött rá az anyám. Ez mulatos zene, most mi bajod van? Hát 5. a Morovici Kékgatyások, kilépek az Unióból, ha belép az anyósom. Akkor a 4. a Kavillói Szódások, ez egy Beatrice feldolgozás, mit tett velem ez a Jenő? 3. helyen vannak a Csantavéri Biskanyitogatók, nem is fáj már az én fejem, haladó lett az én vejem. Akkor a 2. ez a te környékedről származik, a Supjági Huligányok, ez a Niszkút Kerekeskút című. És hát a toplista 1. helyén van egy ilyen alkalmi zenekar, a Pannonen Magyar Szó All Stars,
Ne kérdezz semmit. Egyébként valamennyire megtartó ereje a délvidéki magyarságnak ez a mulatózás. Nem azt mondom, hogy jó, de hogy jobban esik a sárga leves vasárnap meg a klopfót hús, az biztos, hogy egyértelmű, szívküldítő. Amikor Messi mama meg a Messi tata kiszobában Camillóra küldi a gyereknek a 2 évesnek, hogy legalább még ennyit éljen, az meg külön... Egyrészt jól rólak meg, meg van egy megtartó ereje, tudom én szeretem. Hát nálunk az úgy volt, hogyha 12 előtt kezdtünk ebédelni, ugye a Szabadkai Rádión ilyen szendvics műsor volt, akkor délig a szernyelvi zenés üdvözletek voltak, tehát ha 11:55-kor ültünk le, akkor nálunk még nem ilyennel indult az ebéd, hanem olyannal, hogy Szertanti Rögyendán, cumcim, hogy a zsárkod. És akkor utána jött ugyanennek a magyar változat. Mikor a kollégák készünk, akkor először elkezdik ezt a ugye, valamilyen rockvonal, vagy nemzeti rockvonal, aztán megyünk át a mulatósra, és amikor már káó van, attól jön a národnyák, de az a, nem, hanem az a legócskább, az a legbetyáram alkában. Műsoruk folytatásában a jövőből, a jövő évből, 2022-ből egy virtuális féregjukon át eljutott hozzánk a magyar szó következő száma, így a jövő évi hírekről is be tudunk számolni előre. Da sam ja, magyar, koja živi u Magyarsku, sigurno bi glasovala za Orbán Viktoru. Jelenti majd ki a Fidesz budapesti kampányrendezvényén Szijjártó Péter, a szerb haladó párt következő alelnöke. A következő tanévtől a magyar tagozatokon tanuló kisdiákok tannyelve is a szerb lesz. Írásmódjuk pedig a cirill. Vicsek Anna Mária, oktatási államtitkár szerint ezzel végre sikerült megoldani azt a több évtizedes problémát, hogy a magyar gyerekek nem tanulnak meg eléggé szerbül, ami újabb bizonyítéka a VMS sikeres érdekképviseletének. Hozzátette, ez a program már bizonyított a vrányai magyarok körében, ők mind tökéletesen beszélnek szerbül. Egy világszenzáció. Egész családjával és vagyonával Szerbiába költözik Donald Trump. Mint a Fox News TV csatornának elmondta, Amerikában elviselhetetlenné vált az élet. Mindenki nyomorog, a média pedig hazudik. Szerbiát egy olyan ember vezeti, amely egyszer születik 1000 évben. Rendszeresen nézem a Pink TV-t, ez az ország fejlettebb, mint Amerika, a fizetések magasak, az emberek jól élnek, és itt legalább a média is objektív, közölte a volt amerikai elnök, aki saját talkshow-t tervez indítani, amelyben minden héten a szerb elnök lesz a vendége. Átadják a Szabadkai Népszínház elkészült új épületét. Stefan Bakit polgármester az avató ünnepségen elmondja, a kultúra keretei éppen elég szélesek ahhoz, hogy az előcsarnokban egy benzinkút üzemeljen, a nagy terem hátsó felében pedig kickbox klub működjön. Akár az előadásokkal egy időben is. A város kulturális sokszínűségéhez járul hozzá az is, hogy a kisteremben a Dragan Kapitány Klub üzemel, igényes szerb népzenével. Mint hozzáteszi, egyelőre csak szerb nyelvű előadások láthatóak majd az épületben, de hát ez is csak a város nyitottságát igazolja. Hatalmas botrányt okoz a Pannon RTV egyik riportere, aki Pásztor István sajtótájékoztatóján kérdést intéz a VMS elnökéhez. Egybehangzó vélemények szerint az újságíró ezzel komolyan megsérti a szakma szabályait. Az ügyre reagál a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület is, akik közlik, az újságíró elnökségi tagjuk nagyon sajnálja a dolgot, és többet nem tesz ilyet. Akkor nézzük a jövő évi időjárás előrejelzést. A nap jövőre is nosza felett kell, és Vrányéban nyugszik. Számítani lehet némi felhőképződésre, de a VMS sajtótájékoztatója után az ég kiderül, a nap kisüt. A vajdasági magyarok többségének a közérzete kiváló Ausztriában és Németországban is. Az év második fele is kellemes lesz, alkalmas félmaratoni futkározásokra. Ezennel kívánunk boldog új évet, sikeresebb, szebb 2022-es évet minden nézőnek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és üdvözlünk mindenkit. Sziasztok! Hello, boldog új évet! Valakiből valamelyik kikívánkozik, nyugodtan mondja, és akkor én tudom, hogy a végére akartam, hogy mondani. Azt, hogy a Csernikre köszönöm. Igen, ja,